Jó estét kívánok a 60 televízió nézőinek, önök az Aktív 60 című életmód magazin műsoron következő adását látják. Mai műsorunkban ismét a mozgás szeretetéről lesz szó, mégpedig egy olyan hölgy által, aki már 20 éve hódol ennek a mozgásnak. Köszöntöm a stúdióban Horváth Patai Rékát, aki aerobik versenyző. Szia Réka! Szia Gábor, én is szeretettel köszöntöm a 60 TV nézőit. 20 év, 1997, ez volt az az évszám, amikor te úgy döntöttél, hogy eltöröld a pálcát a sport mellett, és a sport mellett is az aerobik mellett. Ekkor kerültél te a Pulzus Sportegyesülethez, ami most Sportegyesület, akkor még mozgás stúdióként hirdette magát, és elkezdődött ez az élet. Mesélj erről az életformáról, erről az életről, hogy telt ez a 20 év. Igen, én óvodástornával kezdtem. Óvodáskoromban anyukám még írattak be, de igazából családi kötődés miatt kerültem én az aerobik közelébe. Aztán 2000-ben kezdtem el versenyezni, 2000-ben volt az első magyar bajnokság, február 28-án, amin részt vettünk, és hát a mai napig aktívan sportolok, versenyzem. Mesélj erről az életformáról, mit jelentett számodra ez a 20 év, mert azért nyilván az elején meg a mozgás szeretete benne van, de azért követel ez olyan fajta fegyelmet, sport iránti, a mozgás iránti tiszteletet, nyilván életmódot is, amely azért betartásra szorul, és hát ez alatt a 20 év alatt biztos, hogy vannak élményeid, ami nem biztos, hogy mindig egyszerű volt. Igen, hát nagyon sok lemondást követel. Természetesen mindenfajta versenysport vagy élsportot űző sportoló számára, nem csak nekünk, beszélhetünk itt atlétáról, úszóról, mindenkinek ugyanúgy megvan a napi rutinja, kialakul az embernek. Soha nem okozott gondot az, hogy edzésre kell menni, soha nem éreztem azt, hogy nekem ez teher lenne. Nem, igaz, hogy lemondásokat követelt, de nem bántam meg egy percét sem soha. Edzésről beszéltél, van ehhez edzés? Tehát nyilván egy csoportról beszélünk, ahol azért a társaság együtt sportol, de neked is saját magadat trenírozni kell, azért gondolom. Csapatsport igazából, de egyéni sport is. Edzőm, Teréki Beáta, ő készít fel minket minden egyes megméretetésre, versenyre, illetve ha úgy adódik, hogy nem tudok edzésre menni másokból kifolyólag, ugye már aktívan dolgozom, más elfoglaltságaim is vannak, akkor én is magam is szoktam készülni. Mennyi ez az edzési intervallum? Egy héten hányszor kell menni, hogyha mondjuk egy intenzívebb verseny előtt álltok? Általában heti 4 edzésünk van, és versenyek előtt külön edzések hétvégente. Olyankor csak az egység dolgozik együtt. És ez a 20 év nem volt eredménytelen, majd azt is megtudjuk tőled, hogy milyen eredményekkel büszkélkedhetsz, de beszéljünk a pályádról, hiszen a pályaválasztás is emellett, vagy ennek a mentén halad, mert testnevelés tanárként végeztél az Eszterházy Károly Egyetemen, most jelenleg is dolgozol tornatanárként. Beszéljünk erről a pályaválasztásról, miért érezted azt, hogy ezt élethivatásként is választod? Igazából első osztályos koromban, amikor megkérdezték általános iskolában, hogy mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, akkor én azt mondtam, hogy testnevelő tanár. Aztán érettségi előtt volt egy kis idő, amikor azt gondoltam, hogy csak aerobik edző szeretnék lenni, de végül is beadtam a jelentkezésemet Egerbe, és testnevelő edző alapszakon végeztem, illetve jelenleg is odajárok, játék- és szabadidőszervező, illetve testnevelő mestertanári szakon vagyok hallgató. Akkor ez úgy néz ki, hogy az élethivatásként választottad, és jelenleg is dolgozol testnevelés tanárként. Hol és milyen évfolyamokon oktatod ezt a mozgás szeretetet? Itt tanítok 60-ban az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnázium, a szakközépiskolája és kollégiumában. 9. és 13. évfolyam közötti tanulókat minden évfolyamon tanítok. Hát akkor ez nem kis feladat. Milyen a mostani fiatalság, nehéz őket a mozgás szeretetére, már így, hogy test
testnevelésre egyáltalán ráhangolni. Nyilván megvannak az órának a kötött elemei is, de emellett gondolom sportszakkörök, egyebek is vannak, amelyeken azért sikerélmények is lehetnek. Igen, igen. A mai diákok azt gondolom, hogy sokkal kevésbé aktívak, mint annak idején mi voltunk, vagyis azok, akiket én ismerek. A fiúk inkább mozognak, a lányokkal is nekem könnyebb, hiszen zenés gimnasztikával, zenés testedzésekkel rá tudom bírni őket, akár az óra elejé gimnasztikánál, akár délutáni szakkör szempontjából arra, hogy megmozduljanak. Élvezik nagyon, szeretnek nagyon zenére mozogni. Te pedig sok szép sikert is magad mögött tudhatsz ez alatt a 20 év alatt, majd a kedves nézők is láthatnak egy érem falat, amely az otthonotokban készült fotóról lett ide illusztrálva, és hát nagyon sok szép fényes érem lóg azon az érem falon, de biztos, hogy vannak olyan érmek, amelyek még fényesebben ragyognak, mégpedig azért, mert a te szívedhez közel állnak. Mire vagy a legbüszkébb ebből a nagyon sok-sok eredményből? Igazából arra, hogy az elmúlt 17 évben még mindig ki tudok állni. Tehát 17 év elteltével is ki tudok állni a színpadra, és kivitel szempontjából előadni egy olyan gyakorlatot, ami színpadképes. Általában 19-20 év körül szokták abba hagyni a verseny aerobikozást. Én 25 évesen még föl tudtam állni a dobogóra, el tudtunk menni nemzetközi versenyre, Európa-bajnokságra. Azt gondolom, hogy ez, erre vagyok a legbüszkébb, hogy még mindig meg tudok csinálni egy gyakorlatot. Akkor meséljünk erről az utóbbiról, mert ez nem is olyan régen volt. Mondhatni, hogy szűk másfél hónapja volt egy Európa-bajnokság, amin te is versenyeztél. Meséljünk el. Igen, én 2013-ban abba hagytam a versenyzést, és idén januárban hívott telefonon Betty, az edzőnk, hogy lenne kedvem ismét versenyezni, és hát nyilván mindenki egyből igent mondott volna. Én legalábbis, nekem nagyon hiányzott a maga az edzés feelingje, maga a mozgás, az, hogy keretek között, tehát nem az én általam megadott feladatokat kell végezni, hanem máshoz vagyok kötve. Illetve eredetileg is úgy terveztük, hogy az Európa-bajnokságra készülünk ebben az évben, és szerencsére így is alakult. 2017. szeptemberében rendezték meg Olaszországban, Anconában az Aerobic Európa-bajnokságot, ahol felnőtt Aerostep egységben szerepeltem. Magyarországon mi voltunk az egyetlen olyan egység, ahol csak a saját egyesületből, saját egyesületben versenyző tagokból áll a csapat. Úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk, hogy ki tudtunk állni. 8-an felnőttek, csak innen 60-ból. És milyen eredménnyel tértetek haza? 6. helyezést értünk el, aminek nagyon örültünk. Igazából már annak is nagyon örültünk, hogy mehettünk. Ha már a külföldi megmérettetésekről beszéltünk, akkor beszéljünk még egy pár ilyenről. A 20 év alatt ugyanis számos helyen megfordultatok. Igen, az első világversenyem 2002-ben volt Miami-ban egy világbajnokság, ahol 4. helyezést értünk el, ez még serdülő kategóriában volt. Aztán voltunk Bulgáriában, Csehországban, többször is Szlovákiában, Franciaországban, Európa-bajnokságon voltam 4 évvel ezelőtt, azt követően fejeztem be a pályafutásomat, és most újra kezdtem. És akkor számos közösségi élményt és barátságot is hozott ez a 20 év. Gondolom, hogy a közösségi kohéziós erő azért megvolt. Igen, hát a barátnőim nagy része az edzésről származik, hogy úgy mondjam. Az, hogy mi egy gyakorlatot másfél percen keresztül teljesen szinkronban egyszerre csináljunk, ahhoz szinte az is kell, hogy egyszerre vegyünk levegőt, egyszerre dobog a szívünk. Úgyhogy nagyon szoros barátságok alakultak ki közöttünk, és azt gondolom, hogy minden egyesületnél ez felfedezhető, illetve itt 60-ban is minden egységnél a tőlünk idősebbek is tartják ugyanúgy a kapcsolatot. Én nekem is a régi csapattársaimmal mindig összeülünk, és szerintem a fiatalabbaknál is így lesz. Az egyik szemet sír, a másik nevet, ugyanis
itt nekem elárultad a stúdión kívüli beszélgetésünkben, hogy ezzel a versennyel, ami szeptemberben volt, a hivatásos versenyzői pályafutásodnál is letetted a lantot. Nehéz szívvel vársz meg tőle, gondolom, de azért mesélj erről a döntésedről, hogy miért kellett meghoznod ezt a döntést, hogy befejezd a versenyzést. Igen, most október 28-án volt a Magyar Kupa döntő, illetve a Hun Open, amin még elindultunk. Két aranyéremmel tértem haza, és ez volt az utolsó versenyem. Persze nagyon nehéz, de nem tartom kizártnak, hogy ne versenyeznék még jövőben. Ugyanúgy, ahogy felkértek most januárban, igen, egyszer csak csörög majd a telefon, de hogyha méltóan is befejezhetted, hiszen mondott két aranyérem lett a végeredmény, akkor azért azt hiszem, hogy méltán fölkerülhet a siker koronája erre a pályafutásra. Beszéljünk arról, amit tanulsz, mert említetted, hogy most is a mesterszakot folytatod, illetve hát a játékszabadidő szervezés is egy új aspektusban jelenik meg a pályádon. Mik a hosszú távú célok, tervek? Mert hogy a jelenlegit azt tudjuk. Igen, versenyzőként jelenleg nincsenek hosszú távú terveim. Testnevelő tanárként szeretnék aktívan részese lenni a fiatalok mozgásiránti szeretetének megalapozásában. Szeretném, hogyha a gyerekeket tudnám a mozgás öröme felé tendendálni. Az egyetemet 2015-ben kezdtem. Most fogok végezni, és igazából testnevelő tanár leszek, ugyanúgy, mint eddig, csak nem főiskolai, hanem egyetemi végzettséggel. Tehát akkor még komolyabb lett a mérce, mint ahogy eddig volt. Réka záró akkordul. Testnevelő tanárként, sportolóként, versenyzőként, hogyha most kiüzenhetünk a tévéképernyőn kívülülőknek, a nézőknek, hogy miért érdemes mozogni, miért érdemes azt az életformát választani, hogy épp testben, épp lélek. Akkor mit üzennél, milyen tanáccsal látnád el őket? Elsősorban az egészséges életmód megőrzése szempontjából nagyon fontos a testmozgás. Másrészt maga a sport ad az embernek egy olyan önbizalmat, tartást, ami javára válhat az élet minden területén. És azt gondolom, hogy egy versenyző teljesen máshogy tud megélni szituációkat, mint egy nem aktívan sportoló személy. Tehát akkor érdemes. A kicsiknek is hajrá, az iskolásodnak is hajrá, és ne adják föl. Itt van az élő példa előttünk ül egy kanapén, aki dekoratív, mosolyog, oda tette magát, eredményeket tudhat maga mögött, és szép élményeket, és még jövőben itt céljai is vannak. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Réka. A munkádhoz is nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm. A mozgás öröméhez pedig tényleg sok örömet. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőnknek pedig köszönöm a figyelmét valamennyi munkatársam nevében. Önök a 60 Televízió Aktív 60 című életmód magazinját látták. Legközelebb új adással egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, legyen szép hetük, viszontlátásra!